Hello mindenkinek, újra itt vagyunk. Én, meg a Balázs. Hello! Most csak ennyien vagyunk. Így van, majd ketten fogjuk vinni a sót. Úgyhogy kérlek, vidd a sót. Jó. Jó. Szóval, tésztás kajával fogunk foglalkozni. Rég volt már tészta. Az előző héten. Viszont most nem annyira alpári módon csináljuk a tésztát, hanem meg is csináljunk tésztát. És van egy kis szószunk. Bazsalikomos fokhagymás szósz. Őszintén érzek, amikor mondod, hogy bazsalikomos fokhagymás szószt hozol, akkor én valami ilyen carbonara szósz színű cuccra gondoltam. Ebben paradicsom szósz van? Mitől piros? Paradicsom darabok 57%, paradicsom püré 15%, 70% a paradicsom. Miért az a neve? Mindegy. Víz, vörös hagyma, napraforgóolaj, bazsalikom 2,4%. Már mi van még? Fokhagyma? Hát az nincs is benne. Az 0,8%. Jó, még annál több lenne, akkor meghalnál. Ez igaz a paradicsom szószként. Így van. Egy CBA-s durum száraz tészta pennét fogunk csinálni mellé, ami egy kiváló magyar termék a címke alapján. Csak azt írja, hogy a magyar termék nem mondta, hogy kiváló. És szóval nem mondta. Mindenki tudja, hogy kiváló, mert magyar termék. 2023-ig eláll, akkor mi fog vele történni? Kisül. Ez 2020. Basszod, akkor azt előbb meg kéne. Fé, akkor ráérünk, nem? Jövő héten is kérünk. Jövő évben. 3 év múlva. Na. Igaz, na, 90. Ja, én ez az volt. Eló, ez drágább volt. Ez amúgy 600 forint, de engem átkurta. Mert mennyiért vetted, kérlek, mesélj. Bármint, hogy 600-ért vettem, de ja. 3,99 volt, hogy akciós, és így hülye vagy. Kettő. Hülye vagy. 600 még mindig, csak előbb rakták ki, vagy még nem vették le, vagy nem tudom, hogy mindegy. Fuck. Az meg 230 forint. És egyébként retardált vagyok, nem tudom, hogy mi a különbség a száraz tészta, az egy tojásos, két tojásos és három tojásos tészták között. Nyilván a száraz az száraz, a tojásos meg tojásos. Hát puhább, gondolom. Szerintem annyi a különbség, csak hogy nem, semmi értelme nincs. Nem tudom, hogy az 1, 2 és 3 tojásos között mi a különbség. Azt lehet képzelni, hogy tojás nélküli, az, hogyha valaki az vegán. Allergiás a tojásra. A lényeg, hogy ez 12-13 perc alatt elkészül. Így van. Szóval szedjük a sátorfántot. Szedjük a vízünket, kimegyünk a kútra. Így van, ezt ne nézzetek ide. Két liter átkézőjéből. True. 3-4 adag. Én megmondom őszintén, nem vagyok ilyes, szóval tényleg az egy adag csak egy adag lesz. Jó. Amikor ilyes vagyok, akkor biztos, hogy kettőt meg tudok enni. Elismerem, nem végettem én is, szóval mindegy. Ja, amúgy hozni kell a vizet. Ó, oh, tényleg, ott a só. Mondom, hogy te legyen só hordó. Hogy te vidd a só. Pörögök ki. Még ez volt, nem ki mondod. Gyenge. Nyomás volt benne. Mindig van. Bazsaligom. Mint a jó minőségű ilyen pizzás spornetti. Semmi pizza nincs benne, meg ez bazsaligom. Nem, ez a paradicsomos szószoknak a bazsaligom, hogy paradicsom szószot tegyek, az amiatt az egész pizza alatt. És ennek a barátja vagyok ennek az illatnak. A vízünk fortyolog, amondó vagyok, hogy tésztázni kéne. A felét? Há, felét se. Mi? Mi? A fele kell az egészhez. Tényleg? Igen. Ez 500 gram, ez 30 deka kell, 300 gram kell az egészhez. 3-4 adag. Kurva sok ez. Na, faszom, de így lesz. 30 deka tészta, oké, látom, de legszerűbb. Ez az babám, szóri, vagy csak. Szerintem elég. A tészület. Nem vettem terjel kis szobát. Hol lehet venni? Osánba vettem, én Tesco-ba is lehet. Itt az Arena Plaza-ban a Tesco-ba is lehet. Már el kéne ugornom. Spárba is lehet igazából, ami normális. Már méretű. Például az Allé Spárba tutira van. Szerintem én az Osánba vettem, de ezekben a helyeken, amiket most felsoroltam, ott mindenhol vettem. Hello!
Most lejövőszik. Akkor jó. Amúgy lehet, hogy csak így kéne hagyni. Előzöm. Ja, amúgy 13 perc. Kb. Jó. Jó, egész van. Bazd meg. Ráesett rendesen. Elhogy, sétába. Elkészült. Elkészült a tészta. Több mint 13 percet vártunk rá. Pontosabban 16-ot. Ó, rinsz. Na és akkor most ezt így erre kijöntem. No. És akkor hát... Ez ennyi? Aha. Csak rá kell rakni? Nem, beleöntöm abba, mert most el kell melegíteni, és utána ezt összekavarom bele. Ja. Nagyon jó. Nagyon. Ezt én nem mondom, hogy két tányérba kell csinálni, mert nem fogok tudni ebbe összekavarni ezzel. Nem, ezt beleöntöm abba. Oh! És utána két tányérba szét, igen. De... Most papíros lesz, nem üző. Nem üző. Ja, a rajta tányérből rá. Nem. Akkor nem. Jó. Melegítem. És már megbelegítem. Hát jó. Rotyog, rotyog. Rotyog, rotyog, rotyog. Megy bele a tészta. Ide figyelj. Feketén lobognak az efer falon, ugye. Ez hülye. Zütymákol, zütymákol. Igazából is lehet kapcsolni. Nagyon szép, gratulálok néked, összekevert tésztával. Hozzad már a tányért! Nem már. Ez volt a rím. De szépen keverted, olyan lett a tészta. Fasz meg. Még ma. Ó, ó, ó. Nem kell offenzívnek lenni. Álmosabb vagyok, mint vicces. Szabad olcsóan. Szerintem öntsd, úgy egyszerű. Nem. Ennyire fáradt? Meg kell enni a 10 percet. De basszus! Vettünk 25 perc a rotyogát. Jó, akkor már megvan. Elkészült a tészta, viszont ízesítésnek a csomagolásot egy reszelt sajtot ajánlanak, szóval még reszelnünk kell. Amúgy, ha rászárad a reszelőre, rászárad a sajt, akkor a reszelszelt a sajtot, akkor lemossa. Ez tudom. Friss lesz rajta. A sajtot a sajttal lehet tisztítani. És friss lesz rajta. Továbbra sem tiszta. Jó, hát azt nem mondtam, hogy tiszta lesz. Csak azt lehet mosni. Elkészült az étek, falatozzunk. Belétek. De. Száraz tészta, keményebb. Melegítettük volna tovább a edénybe. Lehet, hogy túlságosan lehűtöttem a tésztákat hideg vízzel. Csak amikor összekeverted, akkor még neked van a tűzön. De amúgy finom. Ez meglepően jó ízű. Nem tudom. Azt hittem, hogy jobban fog hasonlítani az íze, tényleg egy ilyen igazi jó kis bolonyai cuccra, nem tudom miért számítottam. Nem, van külön bolonyai jó kis. De? Aha. Kettőt úgy vettem, hogy az egyik az az, a másik meg ez. Most az, amellett, hogy gyorsan elkészíthető, mert most tényleg földobod főni, aztán kész a tészta, akkor mondtok, ez a két percen belül kész a kajára. Igen. És nem annyira 100%-osan legalja, gyors kaja. Igen, tehát... Mert azért... A tészta, tehát csak a szósz, ami bármi lehet benne, de igazából 70%-ban paradicsom. Igen, és érződik is rajta egyébként, tehát tényleg egy jó kis paradicsomos íze van. Mind a kettő alapanyag valami sokáig eláll. Igen. Tehát mind a ketten ott hol lehetnek, és bármikor azt mondta, hogy na most csinálni akarok egyet, akkor csinálsz egy 15 perc alatt. Ja. Nagyon jó, úgy szoktam, nem írja rajta. Mm. Ha felbontottam már, akkor hűtőbe tárolom, de amúgy kurvára nem kéne, alapból se. De... Nem tudom, betettem a hűtőbe. Én is betettem. Ott van a bontott. Ja. A bontott van, az ott sima polcon van. Hűtőbe tevés. Indítsunk egy komment háborút.
Én a hűtőszekrényben tartom a ketchupot. Ha, én is. De van, aki azt mondja, ki a faszom tartja a hűtőszekrényben a ketchupot. Hát hogyha... Ugye azt szokott lenni, hogyha... Mert otthon a családi házban, ahol van is erre hely, hogy nem a hűtőben van. Ott az volt, hogy a bontatlan az kint volt, ami megbontott az a hűtőben. Nem, nálunk is egyébként. Elvő nem kéne. Mert hogy nem, muszáj, de amúgy nem lesz tőle rosszabb. Na jó. Mondtam, hogy nem tudom megenni, viszont van egy titkos recept, amivel minden, bármit meg tudok enni. Szósz. Oh, please! Azt tudod, hogy mi? Uh-huh. Másnaposság után felfrissít. Tudom, ilyen volt régen. Nem tudom miért, frissít fel. Te is vettem észre. Nagy változást. Egy kóstolás. Megnézést, hogy hozott pohar. Hozott hónaljat. Hónaljat? Nagyon átbevihető a szervezetbe. Ott ez még? Na köszönjük, hogy megnéztetek a videót. Így van. Hol vetted? Lehet. Hát lehet venni Spárba, lehet venni CVA-ba, lehet venni Tesco-ba, igazából bárhol lehet venni ezt a magis tuccot. Hát a tésztát azt látszott rajta, hogy ezt CVA-ba vettem. Ja, de a szósz az szerintem a Spárba volt az átbaszós ár. Köszönjük Spár. Hogy majd, lehet, hogy majd 400 lesz, de lehet, hogy már volt 400 forint egyszer. Nem tudom. Viszont jelenleg 600. Sziasztok! Hello! Nektek jó! Fáradt vagyok. Én is. Jó, szok. Egyébként.